Annyit kell tudni erről a akcióról, amit rekonstruálunk, hogy ezt a Tóth Endre fedezte fel, kezdte csinálni a 70-es években, és hát nyilván 2011-ben ennek más üzenete van. Mindenesetre akárhogy is, de most égő újságot fogok olvasni. Azt írják ebben az újságban, hogy március óta folyik a hajléktalan gyártás, csak nem 40 ezer ember veszítheti el alapjogait egy jogszabálymódosítás miatt. Sorra kapják a jegyzőktől felszólító leveleket azok, akiknek nincs állandó bejelentett lakóhelyük, csak tartózkodási címük, hogy jelentkezzenek be oda, ahol élnek. Ilyenek például, akik lakást bérelnek, de a főbérlő nem jelenti be őket, mert nem akar adót fizetni. Ha nem sikerül bejelentkezni, lakcím nélküli, jogfosztott állapotba kerülnek. NZ középkorú férfi, aki a szüleivel lakott. A viszonyuk megromlott, így a szülők kijelentették a lakásból. Ezután, Jézus Mária, nehéz olvasni, ez kurva Isten.